Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy jó hír, Székesfehérváron lesz a 70 esztendővel ezelőtti Helsinki Olimpia magyar hőseinek emléket állító műalkotás. Az elmúlt héten városunkban járt Mellokkó Miklós, Kossuth Díjas szobrászművész, Külajos az Aranycsapat Alapítvány elnökének meghívására, és már meg is nézték a teret. A Bregyóközi Atlétikai Centrumban kap helyet ez a műalkotás. Fontos, hiszen 70. évforduló lesz, minden idők legeredményesebb olimpiai szereplése, 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz. Ennyit elöljáróban, vendégem pedig Külajos. Szervusz, szép örülök, napot kívánok, szeretettel üdvözöllek, kérlek szépen. No, hát ez egy régi terv. Ugye beszélgettünk erről, hogy, jártatok Helsinkiben is, és a nagykövettel akkor tárgyalást kezdtetek a Helsinki az olimpián, illetve kértem az ott, hogy segítsen ebben az van. Elképzelésemben. Aztán utána csendett. Sőt, úgyis az is szóba került, hogy Budapesten lesz ez az olimpiai sétányon. No, menjünk vissza az időben hát, egy kicsit. Majd mondjam, két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt indultunk el ezzel az ötlettel, amikor kint voltam, meghívtak Helsinkibe aranycsapat év kapcsán, egy előadás kapcsán, és akkor ugye felvetettem a követőrnek, hogy van egy ilyen elképzelésem, hogy ezek az emberek, tehát az 1952-es Helsinki olimpia magyar világhírű hősei, kérem, soha nem lettek igazából megünnepelve. És most jön a 70. évforduló, hát legalább valamit addig csináljunk. Nem legalább, mindenféleképpen az ő teljesítményükhöz méltó emléket állítsunk. Magyarul már akkor is megvolt a fejemben egy emlékművet, amennyire csak lehet. De az eredeti elképzelés az volt, hogy Helsinkiben a történet színhelyén. Amikor ott voltam, akkor még befejezés előtt volt a renoválás, mert időközben elkopott, lepusztult az a pálya, és akkor elhatározták, hogy felújítják. És akkor fel lett újítva, de közben, tehát próbáltunk intézkedni, hát rendes volt a Úrkuti Gyuri barátunk, a nagykövet, de hát sajnos a helyzet az, hogy politika, változott a politika ott is, irányvonal, és a finn jelenlegi politika irányvonala nem megegyező a magyarral, kérlek szépen, és azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy semmiféleképpen nem akarják ezt most. Jó, hát nekünk meg, pontosan nálunk meg az volt a helyzet, én mindenféleképpen a 70. évfordulóra koncentrálva indítottam el ezt a történetet, és akkor ugye elkezdtünk gondolkodni, pontosan még megpróbáltuk mindent, ami lehetséges Helsinkibe, nem jött össze a dolog, onnantól kezdve összeültünk, megbeszéltük azt, hogy akkor hozzuk haza. Hozzuk haza, és akkor ugye nem lehet tudni, van ez elkoptatott szöveg, hogy nem lehet tudni, mire jó. Hát ez most hála magasságos Úristennek nagyon jól jött ki, mert ennél jobb helyen nem lehetne. Tehát az magyarul, itthon. Aztán utána, hát akkor ugye beszélgettünk arról Kásler professzorul, aki lelkes híva a történetnek, hogy halál szerelmes ebbe a 1952-es szereplésbe, elsősorban az aranycsapat, foci csapatba, de hát ugye itt a Paplacitól kezdve, a Gerevi Csaradárig, a Csermák Jóskától, a Székely Éváig, vagy a Keleti Ágyig, hogy, ne százki, hogy mindenkire. Hát ez egy páratlan teljesítmény, és akkor állítjuk nekik, míg a világ lesz, emlékeztessük az embereket. És akkor ugye helyzet az volt, hogy hát hol legyen akkor Budapesten. Két variáció volt első kapásból, ugye a Puskás stadion, a másik pedig van egy ilyen kis, hát kisebb olimpia park a Dunaparton, a parlament és a képviselőház között. Na most ezt céloztuk meg, és akkor Miklós, mint legnagyobb szakértőjének a története, meg kellett kérdezni, Miklós, mi a véleményed? Hát azt mondja, tegyük oda, ahol legtöbben látják. Hát most az egyértelmű volt, hogy az olimpiai park, kérlek szépen ott a parlament mellett, jönnek ki a Viktorékot, kérlek szépen akármilyen delegációval, ott mindjárt ott van kék. Ők a legnagyobbak. Minden idők legnagyobbjai, kérlek. És akkor fehajtsunk fejet, és akkor ismeretlen katul után ott is koszorúzzunk. Hát sajnos a helyzet az volt, hogy hát mindent elkövetünk, hogy ott legyen. Helyzet az, hogy 50%-ban az önkormányzaté, a Budapest 5 keleti önkormányzaté, a másik 50% a fővárosi önkormányzaté. Most ugye, hát nem kell mondani, hogy... De leültetek, leültetek tárgyalni? Hát igen, maradjuk annyira, hogy igen, de hát csak az egyik fele volt lehetséges, kérem. Hát a Szentgyörgyvölgyi úrnak a kerületéhez tartozó 50%, de hát ott már be van építve, kérem, egy játékparkkal, plusz még egy ilyen kézilabda kosárlabda pálya van, ami hát ahol nem lehetséges felállítani. A másik oldalon van szép ilyen
tér, kérem, szép ilyen gyönyörűséges, szép fákkal, és ott a két öreg fa között gondolt el, álmodta meg Melokko Miklós. Oda is állítottuk őt, hogy mondjuk akkor jelöljük meg konkrétan azt a helyet, ahol szeretnéd, hogy odálljon, tényleg hirdesetek a fantasztikus sportembereknek a dicsőségét. Hát megtettük azt, de utána azt mondták, hogy ez nem lehetséges, ott nem kapunk oda engedélyt, és tehát nem lehetséges, akkor azt mondta, köszönjük szépen, és akkor utána még volt egy pesti lehetőség Csepelen, az, hát, hogy mondjam, nem volt egészen méltó, mert ott még sok munka lett volna, hogy tényleg azt a környezetet összepofozzuk, és tényleg hát méltóvá tegyük ez a fantasztikus nagy tetthez. Hát az, hogy mondjam, azt hát egy kicsit kevésbé találtuk szépnek, és akkor utána mondom, megpróbáljuk Székesfehérvárt. Szülővárosomban megpróbálom, akkor kérem, itt már ugye adott egy nemzeti emlékhely, és a nemzeti emlékhely mellé oda tesszük akkor ezt a nemzeti zarándokhelyet. És akkor hála Istennek Cserpakovics András partner volt ebbe. Tehát sikerült tárgyalni. Igen. Úgyhogy András, köszönjük szépen, kérlek szépen. Köszi neked, kérlek szépen a csapatodnak, hogy tényleg helyet biztosítottatok ennek a fantasztikus hát, lehetőségnek, és hát itt szeretnénk akkor megcsinálni. És akkor tehát folytak az események, és akkor ugye, hát itt különböző, hát nem is gondoltam ezt, tehát ilyen, hogy minőségvizsgáló intézet volt ebben. Hát most képzeld el, Melok, mit, hogyha kérlek szépen Leonardo da Vincit kellett volna, jó Isten, Michelangelo-t kellett volna Itáliában először, álljon meg, nézzük meg, hogy mivel próbálkozol te. Tehát szobor, minőségvizsgáló intézet, van ilyen? OMSI vagy valami ehhez hasonló. Hát felkerestem a vezetőjüket, hát elmeséltem, hogy milyen emlékműről van szó. Hát Melokko Miklós lesz pontos Melokko Miklós a kreátor ennek, tehát a elkészítője, pontosan megálmodója a rajzba, amit egy reneszánsz ZRT nevű társaság valósít meg, de Miklós elképzelései alapján. És akkor hallott, hogy Melokko Miklós, ha úristen, azt mondta, hát én miskolci vagyok, Varga András nevű úriember. Miskolci vagyok, hát Gróf Széchenyinek állított Melok úr valamikor a 90-es években kérdezett, egy gyönyörű, még most is tapsol, fantasztikus! És miről szól ez a, milyen kérdezte ez a Varga úr, hogy milyen alkotás ez? Hát mondom, az 1952-es olimpia sporthőseny, akik itt 16 olimpia arannyal elkápráztatták az egész világot, minek utána kezdték a jóisten, az ázsiaiak, az afrikaiak, a dél-amerikaiak, keresni, hogy hol van ez a hanger, kék ezek, hát honnan jöttek ezek, hogy kérem, 16 olimpiai aranyérrel, mert harmadikok lettek a nem hivatalos sportversenyen, kérem, az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió után. Harmadik az a kis ország, 10 milliós ország, és egy börtönvilágból kijöve. Hát kérem, 1952-ről tudni kell, hogy a magyar történelem még legsötétebb időszaka volt, kérem, hát Sztálin még csúcson, kérem, és hát a Sztálin legjobb tanítványa, Rákosi Mátyás volt itt a vezérlőfőnök, tehát ő volt itt a nagy regnátor. És akkor hát óriási dicsőséget szerezve, kérem, szereztek ezek az emberek. Hát azt mondja, én óriási nagy sportkedvelő vagyok, hát számomra hát ez óriási élmény is, hogy tényleg végre hát megkapják a méltó elismerést ezek a fantasztikus sportemberek. Mondtam, hogy egyetlen egy ember él, egyetlen egy bajnok él. Igen. Tehát ugye keleti Ágnes, aki azt mondják, 102 éves, egyetlen ember, de még van tanúja. És ilyenkor már, aki 102 éves, mondtam, kedves Varga úr, hát minden nap ajándék azért. Ha lehetne, ne tartsuk be azt a 30 napos, hogy mondjam, hát minőség ellenőrzést, amennyire lehet gyorsítsuk fel a történetet, hogy még ezt az utolsó fantasztikus sportembert, sportlédit, hát még élve meg tudjuk írni, és hogy tényleg ő egyenesből mesél, és akkor hát tényleg említi. Aroskám, nagyon fontos kérdés, ugye számtalanszor említettük már Melokko Miklóst. Igen. Azon felül, hogy jó barátság fűz hozzá, édes, nagyon is jól tudjuk, hogy ő elkötelezett a múlt iránt, és az alkotásai pedig méltóak. Igen. A magyar sikerekhez, és itt nem csak a sportról beszélünk. Így igaz. Ő milyen feltételek mellett vállalta, hiszen tudjuk, hogy számtalan olyan alkotása van, ami nagyon-nagyon fontos nekünk.
Tehát egyből ugrott az ajánlatra? Hát nem volt más, már Miklós, ilyen nincsen. Mondtam, hogy Miklós, itt kérlek szépen, egyetlen válasz lehetséges, a Jóisten. Nagyon jó barátságban már. 20 éve kérlek szépen. Minden rendezvényemen ott van, kérlek szépen, Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság, ennek a nemzetegyesítő programomnak egyik leglelkesebb szószóló és híve. Mondom, Miklós itt adott egy olyan pillanat, ezeket a fantasztikus sportembereket soha, de soha nem ünnepelték meg igazán. Volt itt 50 éves lehetőség, volt itt, lett volna minden évben valami félfajta lehetőség ezek előtt fejet hajtani, akármilyen módon. Nem történt meg, nekünk kötelességünk. Az nem lehet, hogy ne csináljunk most itt a 70-es, soha vissza nem térő alkalom. Soha vissza nem térő alkalom. Valami olyan emléket, amire az egész nemzetet örök időkre emlékezteti. És akkor örök időkre kérem, tényleg hát a legnagyobb dicsőség fogja övezni őket, sőt, mi több, túl megyünk ezen, nem csak a szobor, hanem elmegyünk kérlek szépen az oktatásügyre, és akkor a legnagyobb tisztelettel kérjük az oktatás, hogy magyar oktatás vezető legyen kötelező tantárgy ez. Hát ezek óriási példaképek lesznek, idők végzetéig. Én azt hiszem, hogy ezzel egyetértünk. Hogy sikerült megnyerni Tolcsai Bélát, hiszen tudjuk, hogy ő Kossuth Díjas énekművész, énekmondóként is csatlakozott hozzá. Hát a lelkükre beszéltem nyilván, hát ecseteltem, hogy hát tudni kell a történés, hogy mit tettek ezek, kik ezek, mit tettek ezek, és hogy mennyire megvan becsülve ez a történet a világba. Akár merre elmész, hát most elsősorban Puskás nyilvánvalóan, where you came from. Akár elmész, jó Isten tudja, voltam Szudánban, vagy voltam Ausztrália, jó Isten tudja, hát 100 országban a világon. Hát kiszúrták, hogy nem ide való vagyok. Where you came from? Honnan lejöttél? Hungary, Kapár, Puskás. A sivatag közepén, Szudánban is. Puskás. Ott ült Szudánban. Szudánban kérlek szépen, Kártumban volt az első meccs. Ott ült mellettem az egészségügyi miniszter. Egy sportdelegációt vezettem ott ki. 1956. január 1-én lettek ők függetlenek, és kértek egy foci delegációt, kérem, mert az aranycsapat volt kint, akkor 3-4 mérkőzésre kérlek szépen meghívták őket, és míg a világ ezt nem felejtik el őket, olyan benyomást keltek, és olyan emlékeket hagytak magukra, és olyan mérkőzés, olyan teljesítmény. Háromszor vagy négyszer játszottak ott, ott ült mellettem az ember, azt mondja, míg élek. Azt mondja, hogy 44-es születési vagyok, 12 éves voltam, soha el nem felejtett, mondta az összeállítást. Odaadta a sétabotját ajándékba. Mondta az összeállítást, gocsi, pula. Képzeld, ez 2006-ban volt, kérlek szépen, 1956-ban voltak, ugye, hogy lettek függetlenek, és az 51. évforra hívtak meg bennünket, és akkor egy delegációval elmentünk oda, kérlek szépen, és mondom, ő Szudánban, semmi közepén, kérlek szépen, a sivatag közepén is, mentünk ott, hogy Níluson egy hatjévágon, tényleg szépen egy ilyen hajóúton, egy ilyen hajókirándulás, és meghívtak bennünket, jött szembe velünket, hogy látták, hogy Hungary, Puskás, Kocsis. Hát 2006-ban, ennyi idővel annak utána, tehát 50 évvel a tettük után. Tehát hihetetlen módon, hogy mondjam, hát ösmerősek azért, arról nem beszél, Paplaci is. Hát természetes, így van. Paplaci, a magyar vívók, mindig is, hát a világ vívóit, sok-sok éven keresztül mi tanítottuk, mi világországai. Tehát a Gerevicsék, a Kovács Paliak, a Kárpáti, hogy mondjam, hát óriási dicsőséget szerezek is hazának. És akkor a vízilabdásról nem beszélve. Hát milyen generáció volt az is, ott a Kárpáti Gyurika, Gyarmati Bolvár, Lemény. Hát fantasztikus volt, kérlek szépen. Csermák Jóska, kalapásvetésben. Akkor ott voltak Székely Iványék, Novákat. Fantasztikus volt, na, és ott voltak az öttusázók. Hát egyszerűen 16 aranyérmet. Tehát ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nyugvópontra jutott. Hát igen, ebben a pillanatban Székesfehérvár befogadta. Igen. Mikor kezdődhetnek a munkálatok? Hát említettem kérlek szépen, hogy egy minőség ellenőrző állomáson kell, hogy keresztül menjen a történet. Hát ugye mondtam, Varga, ugye feltételezem, hát hogy Mellok úrnak az alkotása nem igényel különösebb kontrollt, vagy hogy nem tudjon kritikálni. Hát nem igényel különösebb, hát nem is tudom, erőfeszítést, hogy elfogadjuk. Micsoda, hát Mellok úr! Akkor még egyszer meséltek kérlek szépen ezt a Grószécsényi szobrot, ott ő miskolci, ő arra emlékszik. De hát azt mondja, tudjuk azt, hogy az ország számos, rengeteg sok városában van fantasztikus alkot. Itt is a Hunyadi Mátyásnak a szobra kérlek szépen, ugye a Diende utcában még a világ lesz. Világ lesz, ugye ezt meg fogják süvegelni. A másik, tehát azt hiszem, az se kell, ahhoz se kell különösebb kommentár. Ott van gyönyörűséges szépen Esztergomba várhelyen keresztül, vajk meg keresztül. Fantasztikus.
Csodálatos. Nos, tehát akkor ez nyugvó pont. Nyugvó pont, de az, hogy örök idő. De még akkor túl említettem, hogy ugye ez nem, oké, meg lesz fantasztikus felavatás a szobornak, de felkértem Tolcsai Bélát, és most már elkészült kevele, kérlek szépen, egy ilyen győzedelmi éneket, hangszerelve, szöveggel is káprázatos lesz, most már megvan, kérlek szépen, és felkértem Döbrentei Kornélt, egy ódát írjon. Hát azt tényleg záporoznak a könnyeink, kérlek szépen, majd ha halljátok. Harmadik, még nincs vége a történetnek, azt én tettem hozzá, kérlek szépen, egy gombnyomásra, megnyomunk egy gombot, mind a 16 aranyéremnek a rövid film ott fog pörögni, kérlek szépen. Tehát Puskásnak a gólja, a jugoszlávok ellen, amikor, mit tudom én, Székely belüt a célba, kérlek szépen, amikor leugr, vagy befejezi a dupla szaltó után, kérlek szépen, Keleti Ágia története, ott lesz, kérlek szépen, élőben, ott fog videóról. No, viszont van egy másik témánk is. Én ennek nagyon-nagyon örülök, és azt hiszem minden székesfehérvári és magyar sportkerület. Merem remélni, hogy a szülővárosomnak viszont szerettem volna. Kell, hogy beszéljünk az össznemzeti diákbajnokságról is egy kicsit, hiszen ez példa és példakép, aki ezt megtervezte és megszervezte, és mellette áll az első pillanattól kezdve. Ugye a koronavírus járvány nagyon sok mindent megváltoztatott bizonyos értelemben. Hogy áll most a diákbajnokság? Jövő héten lett volna Veszprémbe. Jövő héten lett volna a fedett pályás része a történetnek. Hál' Isten, tehát két része van osztva a történet. Ugye egyik a kinti, tehát outdoor, indoor. Tehát kint, szabadban, ott a foci van egyedül. Az összes többi az teremsporták. Tehát labdarúgás mellett van asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmetékelő. Most a hétvégén lett volna Veszprémbe, a Királynék városába. Az ismerős arcok zenekar is már meg volt hívva, barátaim meg voltak hívva, elfogadták meg, és felléptek volna ők is. Az előbb említett sportágakban, hogy mondjam, küzdöttünk volna, kérlek szépen. Hát ugye ránk köszöntött, ugye jöttek a hírek Erdélyből. Katasztrófa. Igen. Délvidékről. Katasztrófa. Most vártam az utolsó pillanatig. Felvidéken most karantén két hétre. Katasztrófa. Hát nem tud jönni senki. Nem engedik az ő. Senki. De nem tudnak jönni. Azt mondtuk, összeültünk, és akkor azt mondtuk, hogy március 11, 12, 13. Elhalasztott. Tehát nem tudom, mit csinál. Tehát halál árnyéka. Tehát ilyen szituáció nem volt még Erdélyben, érted? Hogy 500 halott naponta. Igen, hát ez sajnos nem oltakoznak, kérlek szépen. Hát egyetlen módja a dolognak, hogy ugye ha valaki beoltatja magát, akkor reménykedhet abba, hogy túlélje a dolgot. De valaki nem oltakozik, akkor mindenható Isten van csak. A tengeren túliakkal való kapcsolat az hogy, él? Megvan. De ott is, ott ülnek benne, Torontóban, Montrealban, lakásban, karantén. Problémás. Tehát Ausztrália. Senki nem tud. Hát ott le volt zárva Sydney Melbourne. Le volt zárva. A borzalmas. Csak annyit mondtunk, hogy halasztunk. Hát nem tudunk mit csinálni. Tehát a szituáció olyan, hogy senkit nem engednek el. És itt is Veszprém azt mondja, hogy hát óriási felelőtlenség lenne ilyen helyzetben, kérlek, akármit is csinál. Világos. Na még egy folytatódik, nagyon fontos, van való. A vándorkiállítás terve. Ugye arról volt szó, hogy egy vándorkiállítás elindul. Elindul egy vándorkiállítás Magyarországról, tehát Budapestről értelemszerűen bejárja az országot, a Kárpát-medencét, és akkor irány utána Egyesült Államok, Ausztrália. Pontosan, tehát a diaszpóra. Ez mit tartalmaz ez a... Következő, kérlek szépen. Hát az biztos, kérlek szeretettel, hogy a finn nagykövetségről, vagy nagykövetségtől, a finn nagykövet volt olyan kedves, és oda ajándékozta azokat a fantasztikus felvételeket, azokat a baromi nagy tablókat, kérlek szépen, amiket ott csináltak 1952-ben, a 16 aranyéremről. És kérlek szépen, hát azokat azt elhatároztam, hogy nem lehet nem megmutogatni, azokat elmesélni, és van egy filmünk erről, kérlek szépen, tehát film lesz a része, akkor ezeket kiállítjuk, tehát ezeket a, mit tudom én, 18 tablót, hatalmasak, azt mutattam, azt hiszem már. Elviszik, és akkor mellette, kérlek szépen, ugye Tolcsai Béla jön a gyönyörű szép, győzelmi énekével, azzal kezdjük, és akkor Döbrentei Kornéla a fantasztikus óde, káprázatos. Fantasztikus. Tehát olyan szintű, megemlékezést írt,
és akkor tényleg hát ódát zengedezett, hogy hát nem maradnak szárazon a szemek. És akkor utána pedig ez elindul, ez a vándorkiállítás? Mondjuk, körbemegyünk az országba először, utána történne Magyarország, diaszpóra, ez a sorrend. Jó. Milyen terveid vannak még, Lajoskám? Hát kérlek szépen, én azt hiszem, ezek a dolgokat most meg kell csinálni, azon, hogy, tehát, hogy mondjam, eszméletlen módon kérlek szépen ott kell lenni, és tényleg intézkedni, mert hogy ne legyen ebből a 30 napból 30, minél gyorsabban meglegyen, akkor utána kérlek szépen rendbe kell tenni a dolgokat a kivitelező kapcsán, akkor mellette kérlek szeretettel, itt is természetesen, tehát hogy úgy alakuljon a dolog, akkor megkomponálni pontosabban, megtervezni pontosan az időpontot, akkor azokat az ember, hát ugye szeretnék mindenféleképpen a választások előtt. Értem. De hát az annak a függ, mondjuk azt mondja, 2,5-3 hónap szükséges az elkészítése. Igen. Meg lesz, az meg lesz. De akkor itt ugye most már a helyszín megvan, hogy mint legyen, akkor kiket hívjunk oda meg, milyen forgatókönyvvel tudod. De hát ezt most kell megcsinálni, hogy akkor már tényleg stimmeljen minden. És ez komoly, tényleg odafigyelést igen. De mellette párhuzamosan még ugye majd folytatódik majd a Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság, ami szintén, hát ugye most már 20 éve megy majdnem, és akkor hát szeretné az ember mindig gyönyörűen csinálni. Nos, hát én azt gondolom, hogy ehhez kívánunk jó erőt, egészséget. Köszönöm szépen. Meg jó munkát, azért köszönöm lesz dolgotok bőven, hiszen ne feledjük, hogy ez tulajdonképpen, én azt mondom, egy olyan misszió, amelyet minden magyar, minden magát magyarnak érző, itthoni vagy külhoni magáénak érezhet. Én azt hiszem, tényleg az egész világ magyarsága ezt a tényleg a magyar sporttörténelem leges, legnagyobb tettét, legkiemelkedőbb teljesítmény. Nem lehet, hogy ne adjuk meg a lehető legnagyobb, tőlünk telhető a lehető legnagyobb, legtöbben. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok. Köszi szépen, és várjuk. Nagyon kedves, köszi szépen, csináljuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést láthatták, vendégem Kül Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke volt, a téma pedig a 70 éves fantasztikus Helsinki olimpiai sikerek, amelynek folyamányaként itt Székesfehérvár adhat otthont egy Melokko Miklós által készített szobornak az évfordulóra. Köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!